Nyíregyháza biciklire fel. Így hívták Nyíregyháza lakóit egy izgalmas napra a Kossuth térre. Idén is több mint 1000-en vettek részt a 8. Michelin Bringa Fesztiválon hétvégén. A jó hangulatról pedig a népszerű műsorvezető Till Attila is gondoskodott. Az esemény 9:30-kor kezdődött, és a korábban megszokott népszerű programokon túl izgalmas újdonságokkal is készültek a szervezők. Voltak például robotok és gigabicikli is. A Michelin Bringa Fesztivál célja az volt, hogy megmutassák a biztonságos kerekezés, mennyi örömet szerezhet a család valamennyi tagja számára. A Kitesbike Arena idén is 5 éves kortól várta a legfiatalabb és leglelkesebb biciklistákat. A még nagyobb élmény és még jobb szórakozás jegyében a Kitesbike Arena állomásait idén összekötötték, így a gyerekek egy egybefüggő pályán kerekezhettek végig, ráadásul útjukra szüleik is elkísérhették őket. A Michelin Bringa Fesztivál legnépszerűbb kerékpáros futama a vidám kerekezés, amikor több mint 1000-en indulnak el kerékpárra a sóstúra. Figyelem! 3! 2! Ez idén is így volt. Felsorakoztak bicikliükkel a résztvevők, indulás előtt egyszerre csilingelt az összes kerékpárcsengő, elrajtoltak és rendőri felvezetés mellett megtették a Nyíregyháza sóstó távot. Kis pihenő után mindenki épségben érkezett vissza a Kossuth térre.